A Pécsi Harmonika Fesztivál gála koncertjét a Harmonika Hét zárásaként rendezték meg a Koláj Központban. A tavalyi évekhez hasonlóan fellépett a Himesházi Harmonika Zenekar, a Bói Harmonika Együttes, valamint a megye növendékeiből álló Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar. Tulajdonképpen a gála már 3-4 évvel ezelőtt is azért jött létre, hogy a Baranya megyei harmonika oktatást, a Baranya megyei harmonikás közeget bemutassa. A gálának az egyik fő attrakciója, ha lehet ezt így mondani, a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar, amelyben a megyében tanuló harmonikás növendékek és tanáraik vesznek majd részt. Ez idén egy 40 fős zenekar, őket egészíti ki nagybőgő, gitár, valamint lesznek szólistáink, trombita, a Percussion Project Pécs többek közt, és ami az idei év újdonsága, hogy lesz egy Baranya megyei kis harmonika zenekar is, amelyben a 10 és 12 éves megyei harmonikás növendékek vesznek majd részt. Ők idén fognak debütálni, és remélem, hogy ebből hosszú távon is ők ki tudják majd nőni, és aki tovább lép, az van hova tovább lépni, mert majd mehet a nagy zenekarba. Rajtuk kívül az eddig évekhez hasonlóan ugyanúgy lesz a Bói Harmonika Zenekar, a Himesi Harmonika Együttes, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon kerek programnak nézzünk elébe. Idén egy új felállás is szerepelhetett a színpadon, ez pedig a kis harmonika zenekar, mely nyáron alakult olyan általános iskolás diákokból, akik érdeklődnek irántuk. A csoportot a kezdetektől fogva Durovics Dóra tanárnő vezeti. A kis harmonika zenekar nyáron alakítottuk, és augusztusban kezdtük el a próbákat a Lénaó házban. Egyrészt ez a célunk, hogy a német hagyományainkat megőrizzük, a népzenét, illetve hogy a gyerekek összejöjjenek egy zenekarban, és a harmonikát gyakorolják, és az a célunk, hogy utánpótlást is neveljünk a nagy zenekarban. Jelenleg a csoportban 24 harmonikás gyerek zenél. Mindenki nagyon lelkes volt, hogy már ilyen fiatalon színpadra állhat. Fontos, hogy a gyerekek minél korábbi éveikben megtanuljanak csapatban dolgozni, valamint így egymást is motiválják. Lesz egy részlet a muzsika hangjából, az Édelweiss című dal. Ezen kívül még kettő német és egy magyar dal fog elhangzani, a Kiskecelányom című népdalunk. Nagyon lelkesek a gyerekek, úgyhogy szerintem mindenképp hosszú távon is működni fog, úgyhogy remélem ez így folytatódik. Nagyon jó hatással van a gyerekekre, ha egymást is hallják, motiválják egymást, ugye kisebbek is, ha látják például a nagy zenekart is, hogy hova lehet eljutni, vagy akár a Harmonika Fesztiválon bármelyik rendezvényre elmentek, akár a szólókoncertekre is nagyon-nagyon jó motivációt adhat a gyerekeknek, ezért is fontos, illetve hogy a hagyományainkat megőrizzük, és a harmonika fennmaradjon, mint hangszer, legyen utánpótlása. A gálakoncert két felvonásból állt, az első részben a kisebb zenekarok mutatkozhattak be, a rövid szünet után pedig a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar kapott szerepet. Az első felvonásban lesznek a kisebb zenekarok, úgy találtuk ki, illetve a kis zenekar, ami amiatt is pedagógiailag is fontos volt számunkra, hogy ők fogják megnyitni az estét, és utána végig tudják nézni a gálát. És a második rész az szinte csak és kizárólag a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekaré. Ez mind pakolás szempontjából is így volt jó, és én azt gondolom, hogy ez a nagy zenekar, ez országosan is egyedülálló, és itt szerettük volna, hogyha ők zárják a végét. Lázár Bálint 11 éves kora óta harmonikázik, most a Baranya megyei ifjúsági zenekarban játszik. Természetesen neki is vannak további tervei a zenével. Nekem úgy jött, hogy nagypapám harmonikázott
nekünk, amikor kicsik voltunk, és amikor furulya után választhattam egy másik hangszert, akkor a harmonikára esett a választásom. A Baranya megyei ifjúsági zenekarral játszom. Most a Pécsi Művészetibe járok felnőtt képzésre, és utána tervezek az egyetemre felvételizni. A Pécsi Harmonika Hét zárásaként rendezték a Gála koncertet. Az elmúlt napok tapasztalatai nagyon pozitívak, hamar elkeltek a jegyek a záró koncertre is, valamint a hét közbeni előadásokra is sokan ellátogattak. Én nagyon-nagyon pozitívnak tartom. Őszintén megmondom, hogy amikor én ebbe belevágtam, tudtam, hogy ez egy eddigi legnagyobb program lesz. Nagyon-nagyon sok programunk volt, 7 különböző helyszínen, 17 koncert, több mint 100 fellépő, és kicsit féltem attól, hogy nem lesznek telt házak, illetve nem lesz ekkora érdeklődés, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert az esetek nagy részében vagy telt ház volt, vagy tényleg nagyon sok közönség összejött, nem csak a megyéből. Egy célja is volt az idei fesztiválnak, hogy egy kicsit bővítsük, és nagyon sokan jöttek például külföldről is, akik, vagy például a harmonikás cég, a fellépők, nagyon sok külföldi fellépőnk is volt, illetve hát úgy külföldiek, hogy magyarok, csak kint tanulnak. Nagyon-nagyon sok új helyszíneket bevontunk, például a Művészeti Kart, a Pécsi Tudományi Egyetemen, vagy az Eszkárgó Szobaszínházat, és még nem tudtuk, hogy fog működni, és aminek nagyon-nagyon örülök, hogy én azt gondolom, hogy minden koncert megtalálta a maga helyét, és számomra nagyon-nagyon pozitív ez a hét. A szervezők szeretnék ezt a nagyszabású rendezvényt továbbra is megrendezni, hiszen bőven van érdeklődés az ilyen programok iránt. Én szeretném ezt minden évben megtartani. Ez nekünk is egy olyan esemény, amire tudunk készülni, amire hónapokat tudunk készülni, meg is tudjuk magunkat mutatni. Én szeretném, hogyha ez hosszú távon is így tudna működni. Én azt gondolom, hogy az idei programsorozattal a fesztivál a határát elérte, tehát ennél lényegesebb több programot nem tudunk és nem is akarunk megrendezni. Ha ez így meg tud maradni, én azt gondolom, hogy ennek hosszú távon lesz eredménye. Én azt is sejtem, hogy ez még rövid távon nem érezhető. Vannak már nagyon pozitív visszajelzések, illetve hát az nagyon-nagyon pozitív, hogy most például már egy hónappal elkeltek a jegyek a Gála koncertre. Ez biztos, hogy nagyon-nagyon pozitív, de nyilván ennek még nincs akkora hatása, de én azt gondolom, hogy ha azok a programok, mint például a Zeneovis programjaink is elérkeznek egy 5-6-7-8 éves szintre, akkor én azt gondolom, hogy már lehet látni, hogy esetleg többen jelentkeznek a zeneoktatásba, akkor majd kell több harmonika tanár, nagyobb lesz a zenekar, és így szépen lassan az évek alatt fogunk tudni bővülni. A Gála koncert a Baranya megyei Harmonikások Egyesület szervezésében valósulhatott meg, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. A Pécs megyei jogú város önkormányzata támogatásával.